Négyet koppintok minden érzékelőre, a többi érzékelő pedig méri azt, hogy mennyi idő alatt ér oda a hang. Ugyanolyan, mint az emberi gyógyászatban használt tomográf, csak ez a fa esetén nézi meg, hogy mennyire sűrű a fa, így meg lehet mérni vele a korhadást. Szabó József Kristóf okleveles erdőmérnök, növényvédelmi és favizsgáló szakmérnök az előbbiekben látott technikával vizsgálta meg a Teleki László utca vadgesztenye sorait. A szemrevételezés mellett egy speciális műszerrel figyeli meg a fa korhadását, amelyből azt is megtudja, meddig terjed a probléma, lehat-e egészen a gyökerig, de arra is választ kap, hogy mekkora erejű szél tudnak kárt tenni a növényben. A vadgesztenyének sajnos van egy erőteljes gyengítő károsítója, a vadgesztenye aknázó moly, ami most már itt van Magyarországon 31 éve. És egy olyan 28 éve már jelentősen károsítja a vadgesztenyéket. Ez azt jelenti, hogy legyengíti, a levélfelületből veszel aknázó moly, a napelemet csökkenti a fán, és így a fa egyre kisebb évgyűrűket növeszt. Hogyha nincs ellene védekezés, akkor augusztusban lehullatja a levelét, legyengül, és így bármilyen sérülés van a fán, akkor azt már nem tudja megvédeni a taplófertőzéstől. Az Úri utcában folytatódott a vizsgálódás, ahol mintegy 50 fát vett szemügyre a szakember. Ezek közül hármat biztosan ki kell vágni, mert belülről korhadtak, illetve néhány fánál úgynevezett ifjítást javasolt, melyet a lomb visszametszésével lehet elérni, de ezek is rendszeres ellenőrzésre szorulnak a továbbiakban. Ennek érdekében minden példányt megjelöltek, egy egyedi számot kapott. Van, amit gajazni kell, vagy növényvédelmi kezelésre szorul, és nyilvánvalóan, hogyha úgy látjuk, hogy az a fa nem úgy reagál arra, amit előírt a fadoktor, akkor nyilván egy szám alapján a fadoktornak is könnyebb beazonosítani, illetve javaslatot tenni a további teendőkre, tehát ez igazából mindenkinek a dolgát egy kicsit megkönnyebbíti, mivel hogy konkrétan tudjuk, hogy melyik fáról van szó. A zöldváros tanácsnok azt is elmondta, az aknázó moly ellen vegyszeres kezeléssel védik a fákat, ahol pedig kivágásra van szükség, annak helyére csemetét ültetnek.